Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Grinket is Do It Yourself, és ma újra házfelújításra fogunk egy kicsit beszélni. Az előző részben megmutattuk azt, hogy mire is jutottunk, ami mind szép és jó, viszont át kell nézzük egy picit azt, hogy mibe vág az, aki belekezd egy ilyen felújításba, mik jöhetnek szembe, mire kell figyelni, és hát mi az, ami lehet, mi az, ami nem lehet változtatni. Igen, hát erről videót készíteni nem egyszerű, talán saját példáinkkal tudjuk csak néhány képereig alátámasztani, de próbálnánk fölhívni a figyelmet arra, hogy mi az, amire vigyázni kell annak, aki egy ilyen felújítást elkezd, legalábbis mik azok a problémák, amivel mi találkoztunk, és amit tapasztaltunk, hogy bizony vannak. Igen, hát ugye a felújítás kezdődik az első fázisban a bontásnál, ahol már belefuthatunk olyan dolgokba, ami esetleg nem várt, vagy nem annyira szerettük volna. Ugye nyilvánvalóan itt egyrészt találkozunk vezetékekkel a falban, és a falon kívül, tehát legyen az fűtés, áram, stb. Amiket el kell dönteni, hogy meghagyunk, nem hagyunk, mit csinálunk vele. Igen, itt leginkább szerte foszlanak az álmok, és az, amit meg akartunk hagyni, az egészen biztos, hogy röpülni fog, és egészen biztos, hogy meg fog borulni, hiszen csak a villanyvezetékekre gondolunk, ha egyetlen egy közfalat kiveszünk, abban nem tudhatjuk, hogy ami éppen átmegy vezeték, az olyan honnan és hová tart, úgyhogy kénytelenek leszünk ettől megválni. Fűtésvezetékről nem beszélve, régen vitték ugye falon kívül a vastag fém, azaz vascsöveket, amik biztos, hogy mindenképpen útba lesznek, és nem beszélve arról, hogy nem néz ki túl jól. Igen, ugye ilyeneket mi is szabdaltunk, illetve mi is találtunk régi vezetékeket. Hát itt ugye el kell dönteni egyrészt azt, hogy ezeket egyáltalában megtartjuk-e, és akkor ez már kicsit átkacsint a következő fázisra, amikor javítgatunk, építgetünk, de el kell döntsük, hogy ezt megtartjuk, nem tartjuk, felújítjuk, nem újítjuk, részben újítjuk fel, vagy teljesen. Tehát ezek ilyenkor mind döntéskérdések, illetve nagyon fontos kérdés még ilyenkor, amiben szintén belefuthatunk, a főfalak kérdése, hogy azokat bizony meg kell hagyjuk. Igen, egyrészt biztos, hogy meg kell hagyjuk, másrészt ugye a bontásnál kibontunk olyan dolgokat, amik lehet, hogy a ház épségét vagy statikáját veszélyeztetik. Ez persze fölmérhető viszonylag egyszerűen, hiszen mutattunk erről is képeket, hogy mi például áttörtük a mennyezetet, és akkor ott néztük meg, hogy hol vannak gerendák, de ha valaki ebben bizonytalan, akkor nem árt, hogyha hozzáértő segítségét kéri, aki megnézi, avagy elárulja, hogy az a fal kivehető-e, de a főfalakra a jellemző, ugye, hogy általában jó vastagok, tehát a keskeny mellékfalakkal sok baj nincs. Igen, tehát ahogy mondtad is, hogyha nem vagyunk benne biztosak, akkor mindenképp hívjunk hozzáértőt, viszont azt érdemes tudni, hogy a főfalakkal nagyon nem tudunk mit kezdeni, nyilván erre is vannak megoldások, csak ez megint csak pénz és idő kérdése, hogy meg szeretnénk-e csinálni. És akkor itt tudunk egy picit átevezni arra, hogy akkor amikor elkezdünk javítgatni, tehát kivertünk mindent, amit szeretnénk, vezetékek és egyebek minden a falból kilóg, mert elvágtuk és kiszedtük őket, és akkor elkezdünk javítgatni, milyen lehetőségek vannak, mikbe futunk itt bele. Hát ugye, amikor kibontottunk mindent, akkor szembesülünk a technológiai problémákkal, amik jellemzőek ezekre a házakra. Ez például az, hogy az összes helyiség bevakolása az ugye egyesével történt. Amikor egy közfalat kiveszünk, akkor rájövünk, hogy a két falon a vakolat vastagsága nagy valószínűséggel nem azonos, és azt lejavítani ilyen 5-6 centi vastag különböző mázakkal lehetne, amit nem biztos, hogy érdemes, lehet, hogy érdemesebb az egész falat gipszkartonnal párnafázva beborítani. Mert eltüntetjük ezáltal ezeket a nagy hibákat, és tényleg egy egyenes falat kapunk, de persze ugyanez a szinteltérés és ugyanez a probléma a padlónál, és sajnos a mennyezetnél is előfordulhat, hiszen ezeket, ahogy csinálták, nem nagyon figyeltek arra, hogy egyforma vakolatvastagság legyen. Igen, és itt talán egyszerűbb megoldásnak tűnhet az, hogy jó, hát ott van a két vakolat, és akkor kezdjünk el javítgatni, kezdjük el megpróbálni összehozni a kettőt, de nem biztos, hogy ez a könnyebb megoldás, ugye úgy tűnik, hogy egy új falat felállítani elég gipszkartonból, az egy jó, mennyire nagy munka, de lehet, hogy később sokat megspórolunk magunknak. Arról nem beszélve, hogy ezzel ugye azokat a régi festéseket is eltakarjuk, amik azért bizony a felújítás vagy az építés során majd fontosak lehetnek, de a lényeg, hogy itt azért a javításoknál ugye meg kell most már teremteni a lehetőségét az áram elvezetésének, az új vízvezetékek elvezetésének, és még a fűtés elvezetésének is. Ha vannak beburkolt falaink, mennyezetünk és minden egyéb, mi ugye vittünk fűtéscsövet a mennyezet, az álmennyezet fölötti részben is, persze itt a légtelenítésről gondoskodni kell, de ettől megoldható a dolog még, és bizony ott elrejtődik minden, és nagyon
szépen el tudjuk vezetni. Igen, hát itt ugye át kell gondoljuk egyrészt, ez költségvetés függő is, de én azt gondolom, hogy belenyúlni abba a hálózatba, ami ott, ami volt, nem biztos, hogy előnyösebb, lehet, hogy akkor már egy komplet cserével jobban járunk, mert hát ugye jellemzően alumínium vezetékek vannak még ezekben, igen, a régi típusú házakban, amit egy korábbi videónk tesztjében is bizonyítottak, hogy alumínium részvezeték összekötözéséből nem biztos, hogy a legjobb dolgok születnek, szóval ezeket érdemes átgondolni, és úgy megcsinálni, hogy akkor lehet, hogy inkább rászenni, és újabb rendszert építeni. Amiben ugye itt belefutunk, vagy amivel találkozunk ezeknél a dolgoknál, ugye a vasból készült csővezetékek, vízvezetékek, ezek a vas vízvezetékek hát valahol előbb-utóbb elkezdenek engedni. Tehát ha ilyennel találkozunk, ezen nem kell gondolkodni, ez mennie kell, és még az sem baj, hogyha a házban nem ilyen jön be, hanem már műanyag csövön jön be a víz. Tehát amikor benne vagyunk ebben a dologban, akkor erre gondoljunk, hogy az nem fog jó lenni. Tehát vízvezeték szerintem nulláról egy ilyen koruháznál cserélendő. A áram, mint ahogy mondtad, szintén nagyjából így fogalmazható. És hát marad a fűtés, ahol megint csak a vastag colos, kétcolos vas csövekkel van dolgunk, amit nem biztos, hogy szívesen nézegetünk a falon már, és ki lehet ezt cserélni újnyi vastagságú, könnyen hajlítható, avagy műanyag csövekre. Ráadásul ugye a legtöbb esetben radiátor csere, konvektor csere, akkor jön a gáz kazánnak a cseréje, tehát rengeteg dolgot kell ilyenkor cserélni, és akkor már ott tartunk, hogy lehet, hogy azt a kis csövet már most tök mindegy, hogy elesedjük. Sőt, árát tekintve majdnem, tehát így mi azért a mélytelepre kivittük például, és értékesítettük, mint ócskavas ezeket a dolgokat, hát gyakorlatilag majdnem annyit kaptunk érte, amennyire csöveket megvettük. Úgyhogy tényleg nem biztos, hogy van értelme vele foglalkozni. Na de ha ezt megcsináltuk, akkor marad egy jó alapunk. Igen, és mindig ez a fontos szerintem a javításnál, a legeslegfontosabb dolog, hogy egy jó alapot teremtsünk arra, hogy meg tudjuk építeni a rákövetkező dolgokat, tehát itt már gondolunk arra, hogy csempét, járólapot, festést fogunk föltenni, ugye javítottuk a falakat, azokat lefestjük, különböző dekorációkat teszünk rá, a plafonra új építményeket alakíthatunk ki, ugye, ahogy mi ezt mi is csináltuk, egy ilyen 3D-s ilyen fal vagy plafon dekorációt készítettünk a világításnak, stb. Tehát, hogy ezekre mind gondolunk, ennek kell teremtenünk egy jó alapot a javítások során, amivel tudunk majd később tovább haladni. Igen, és hát a festés azért nagyon fontos kérdés, ennél kicsit meg kell álljunk, mert a régi falakon arra kell számítsunk, hogy bizony mindenféle eddig létező festéket, ami a történelemben kitaláltatott, az mind ott van, és kezdve az enyvessel, a ördög tudja milyen keverék festékekkel, hát nem beszélve az ilyen olajlábazat és hasonló szörnyűségekről, amelyek olyan mértékig ott vannak a falon, hogy gyakorlatilag leszedni nem lehet, némelyet vakolattal együtt, tehát egy jól sikerült olajlábazatot gyakorlatilag mindegy mivel, még gázperzselővel se tudunk leszedni, ha úgy alakul, úgyhogy marad az, hogy le kell verni. Hát innentől kérdés az, hogy nem-e jobb tényleg egy új falburkolást kialakítani. Igen, és ha amellett döntünk, hogy ezeket megtartjuk, úgymond, és ezekre a falakra fogunk építkezni, tehát nem teszünk újat, akkor arról mindenképpen gondoskodjunk, hogy ezektől a festékektől szabaduljunk meg, mert se a csempe nem fog rajta megállni, se a festék, se semmi, ledobja magát annyiszor, ahányszor csak lehet. Igen, és abban a pillanatban, ahogy nedvességet kap, akkor kezdődik a probléma, hogy visszajön a szép új festékünk, amely nekünk is előfordult néhány helyen, mert egyszerűen nyomtalanul ettől megválni nem tudtunk mindenhol. Igen, és hát ha így átvettük azt, hogy akkor hogyan építkezünk, honnan indulunk, mit bontunk, stb., akkor már csak egy dolog maradt hátra, hogy mik azok a dolgok, mert itt átvettünk mindent, amin lehet, de mi az a dolog, amin nem lehet, vagy nagyon nehéz változtatni. Igen, tehát amikor megveszünk egy ilyet, vagy nekifogunk egy felújításnak, tényleg mi az a pár dolog, amit meg kellene nézni, és biztosan nem változtatható, avagy nagyon nehezen változtatható, és van néhány ilyen dolog, többek között a főfal. Igen, a főfalakat ugye többnyire, ahogy már mondtuk, vannak erre megoldások, de nem annyira könnyű mozgatni, jobban járunk, hogyha nem próbáljuk meg elmozdítani. Elfogadjuk ott, ahol van. Így van, tehát ezt érdemes megnézni a vásárlás előtt, érdemes megnézni azt, hogy milyen a padló szigetelése. Gyakorlatilag nincs. Gyakorlatilag nincs valószínűleg. Nincs, de az a baj, hogy utólagos padlószigetelést betenni,
azért nem tudunk a meglévő ajzatra, mert az ajzat akkor megmagosodik olyan szintig, hogy már az ajtókat nem tudjuk betenni. Nos, hát itt akkor ez azt eredményez, hogy föl kellene üssük a meglévő ajzatot, ha meg már azt felütjük, hát akkor eléggé mélyen szántunk, tehát megoldható, viszont tényleg macerás. Igen, és hát ezért jobb egy kicsit előre gondolkozni ebben is. Illetve a harmadik ilyen dolog, amin érdemes előre elgondolkozni, és érdemes a jeleit keresni, hogy vannak-e felázások, és a vízszigetelés rendben van-e, vagy van-e egyáltalán. Igen, hát a falak alatt, ha volt is valaha vízszigetelés, lehet, hogy nem volt tökéletes, ez némi kis szivárgó talajvizet eredményez a falakban, ami ugye a vakolatot bántja leginkább. Egyébként működik ez enélkül is, tehát nincs ezzel baj, mert mit tudom én, 5 évente egyszer egy kis lakvalat javítás és egyefene, de ha erre figyelünk, akkor, és ez jó, akkor ezt utólag nem kell módosítgatni, vagy nem kell szakembert hívni hozzá, mert ez az, amit nagyon nehéz megoldani, avagy különböző gépekkel ma már lehetséges, de nem hiszem, hogy olcsó lenne. Igen, úgyhogy hát nagyjából ennyi, ezt gondoltuk elmondani arról, hogy mit is érdemes házfelújítás fronton tudni, vagy mi az, amiben mi belefutottunk, és milyen lehetőségeink vannak. Ennyi volt mára, ezt szeretük volna mutatni, reméljük, hogy hasznos volt, ha bármilyen kérdésetek van, akkor az kommentben még fel tudjátok tenni, szívesen válaszolunk, és hát akkor ennyi volt. Igen. Sziasztok! Sziasztok!